Elismerések, a szociális területen dolgozók kaptak kitüntetéseket Nagyarban. Új látogatóközpont az unitárius templom mellett épült a létesítménykocsordon. Eredményhirdetés, a legjobb rajzosok kaptak elismerést a megyeházán. Négyszer annyit költ a magyar állam a szociális ágazatra, mint 2010-ben. Az akkori 325 milliárd helyett jövőre 1300 milliárd forintot fordít a feladatra a költségvetés. Erről beszélt a Szociális Munkanapja alkalmából Nagyaron Fülöp Attila, gondoskodásért felelős államtitkár. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az ünnepi alkalmon elismeréseket is átadtak a szociális területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó megyei dolgozóknak. A hétköznapok szépségét pedig fotókiállításon mutatták be az érdeklődőknek a nagyari Lubi kastélyban. A szeretet cselekszik. Ezzel a nyitó gondolattal fogadták a vendégeket a nagyari Lubi kastélyban a szociális munkanapján. Az ünnepi alkalmon elismeréseket is átadtak a kimagasló teljesítménynyújtó megyei szociális dolgozóknak. Vinnai Győző országgyűlési képviselő azt mondta, erre az elismerésre mindenképpen szükség van. Azt mondtam 2 évvel ezelőtt, hogy a szociális ágazat nem maradhat az árnyékba, és különösen amikor a Covid megjelent, akkor erőfelül teljesítettek, a napi munka mellett még plusz munkákat kellett vállalni. Ugye az egészségügy az a reflektorfényben volt, de igenis a gondoskodás politikában az, hogy ellássák idős vagy idősebb embertársainkat, sokszor demens embertársainkat, vagy betegséggel küzdő embertársainkat, az egy nagyon nemes feladat, nagyon sokan elkötelezettek, magas hivatástudattal rendelkeznek, és ezért meg kell őket becsülni, és díjazni is kell. A megyei önkormányzat elnöke is megerősítette, nehéz, de nagyon fontos munkát végeznek az ágazatban dolgozók. Mindig kitüntetett nap volt számunkra, már mint a szociális munkanapja, és örülök a meghívásnak, hogy így régi kollégákkal, intézményvezetőkkel, ezekben az ágazatban dolgozókkal újra találkozhatom. Nagy megkönnyebbüléssel adtuk át annak idején az államnak ezt a feladatot, hiszen olyan kiterjedt és olyan jól működő intézményhálózat született ezzel az egyházi átadással és más egyéb szükséges beavatkozásokkal, ami azt gondolom, hogy jobb színvonalon tudja működtetni ezt az intézményrendszert, mint akár korábban is. Tehát most az ágazatról sokat hallunk, ugye a sajtóban mindenféle, hát eléggé az egész ágazatot érintő deodesztán dolgokat, úgy újra fontos azt gondolom megerősítenem nekem is megyék közülési elnökként a szolidaritásomat, az elismerésemet, nagy becsülésemet az ágazatban dolgozókkal szemben. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború okozta menekültválságban is bizonyították elkötelezettségüket a dolgozók. Külön meg szeretném köszönni önöknek azt a munkát, amit a háború első hónapjában tanúsítottak, akár adomány formájában, akár a határokon való munka formájában, akár a regisztrációs ponton való odafigyeléssel és törődéssel. És ha tudom jól Mariantól, hogy akár aki a szociális szférában dolgozik, azokat is állította nagyon nehéz lelki helyzet elé. Amikor egy anyuka ott ömlik össze a regisztrációs ponton, mert akkor érti meg, hogy a csecsenek nézett férjét lelőtték az ukránok a 2 gyermeke előtt. És hát aki önkéntesként dolgozott, és örülök annak, nem azért, mert én mondtam, de hogy a feleségem és a sógornőm és a fejedelmati regisztrációs ponton több napot dolgozott, és akkor az ember úgy megérti, hogy milyen a folyamatos lelki teherrel együtt élve, végül is örömmel, hivatástudattal dolgozni. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, az állam anyagilag is igyekszik megbecsülni az ágazatot. A kormányzatnak meg az államnak természetesen ebben van szerepe, csak egy számot szeretnék mondani, azokra a vádakra is válaszolva, hogy az állam miből vonul ki, sehonnan nem vonul ki. 2010-ben szociális gyerekjóléti gyerekvédelmi területre kiadásokra a magyar költségvetés 325
milliárd forintot költött. Ez az idei költségvetésben 1140 milliárd forint, és jövőre 1300 milliárd forint. Tehát ami 2010-ben 325 milliárd forint volt, az jövőre 1300 milliárd lesz. Ezt nehéz kivonulásnak értelmezni, ez négyszeresét jelenti. Természetesen, miután a gondoskodás politika területe mindig gondokkal van tere, ezért itt mindig van helye a fejlődésnek, meg a még több erőforrás bevonásának, de ettől függetlenül szerintem jó, ha tények alapján beszélünk valamiről, és ezek tények. De abban hiszünk, hogy akkor lehet ezt hatékonyan csinálni, ha sok szereplő van ebben. Ha itt vannak az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek, szóval így vagyunk együtt, és így tudunk a legvégén az egyéneknek, meg a családoknak is a legtöbbet segíteni. A díjátadó mellett fotókiállítás is felhívta a figyelmet a szociális területen dolgozók nem mindennapi mindennapjaira. Új látogatóközpontot avattak Kocsordon az Unitárius templom mellett. Az egyház történeti, kulturális és turisztikai attrakció több mint 100 millió forintos uniós és hazai forrásból épült. A látogatóközpont mellett egy emlékparkot is kialakítottak a helybeliek adományaiból. A láthatatlan Isten országa az építi a láthatót. A kocsordi Unitárius templom mennyezetének 104 kézzel festett kazettája alatt főgondnoki köszöntővel vette kezdetét egy régvárt beruházás átadó ünnepsége. A beszédekben szó esett az 1938-ban épült templom múltjáról és jelenéről is. Amikor őseink 1938-ban felépítették ezt a templomot, nem is gondolták, hogy a fiataljaink ezt tovább viszik. A kocsordi egyházközség gondnoka mondott köszönetet az adományokért, amelyek lehetővé tették az új látogatóközpont melletti park kialakítását. Sokan virágot, fát és cserjét adtak, hogy zöldebbé és barátságosabbá tegyék a területet. A parkban két szobor is helyet kapott. Mindez a 108 millió forintos látogatóközpont mellett. Ennek alapkövét két éve tették le, a munkálatok néhány hete befejeződtek, szombaton pedig szalagátvágással át is adták a gyülekezetnek. A hit teremt, hegyeket mozdít el, és áldja meg a jövőnket, áldja meg a jövőbe vetett hitünket, hogy ezzel a bizakodással indítsuk a jövő nemzedékét. Isten áldja meg ezt az épületet most és mindig. Mint ezt a projekt szakmai vezetője elmondta, a kialakításnál fontos szempont volt az innováció. Hogy jöjjön létre egy olyan hely, ahol bárki 21. századi technikával, alkalmazásokkal képbe kerülhet arra vonatkozóan, hogy mi ez a vallás, mi a lényege, mik a hitelvei, milyen műemléki épületei vannak, egyáltalán az elmúlt 400 évben mit csinált. És akkor erre volt adva, volt egy pályázat, akkor adódott a dolog, hogy akkor jöjjön létre egy olyan látogatóközpont, vagy közösségi tér, ahol bárki, aki ide jön, akkor applikációkkal, tableteken, monitorikon keresztül, tehát a legkorszerűbb eszközökön keresztül, ha kell, megismerje ennek a lényegét. A több mint 100 millió forintos vissza nem térítendő támogatással felépített látogatóközpontnak vallásturisztikai célja is van, ugyanis a középkori templomok útjának egyik állomása. Nagyon sok turista, látogató keresi fel ezt a templomot. Olyan, hogy kinyitom a templomajtót, és éppen nincsen turista, nagyon ritkán fordult elő. Méltóképpen szeretnénk fogadni azokat, akik hozzánk látogatnak, és akkor, ha már itt vagyunk, legyen egy kis lehetőség beszélgetni, átadni azokat, amiket mi is fontosnak tartunk. Az új építmény tér és időutazás is egyben. Az épület 30, de akár 50 főt is tud fogadni, a szabadtéri színpad pedig nem csak vallási célokat szolgál majd. Idén is elindította a civil összefogás felhívását a Hieroteosz Egyesület. Az akció idén egy országos kampányba is bekapcsolódik, amelynek keretében ezúttal a kárpátaljai közösségeknek is gyűjtenek. Nekik a gyermekjátékok mellett tűzhelyre és hősugárzóra is szükségük lenne. A görög katolikus egyházban 6 hetes előkészületi időszak előzi meg a karácsonyt, így náluk már elkezdődött a bűnbánati időszak. A böjt a lemondás ideje azonban most többet jelent, nehéz sorsú gyermekeknek, családoknak lehet segíteni.
A Hieroteusz Egyesület már hagyományosan szervez adventi adománygyűjtést a nyíregyházi egyházmegye által működtetett szociális hálózatban élők számára. A gyermekvédelmi hálózatban 16 lakásotthont tart fenn az egyházmegye, és ezen kívül 240 nevelőszülő tartozik hozzánk, akiknek a gondozásában, ápolásában természetesen nagyon sok gyermek található meg, valamint amit külön célként is elhangzott, anyaotthonokat is tartunk fenn, 2 ilyen anyaotthonunk van, ahol olyanoknak adunk segítséget, olyan édesanyáknak adunk segítséget, akik a szokásosnál talán még nehezebb körülmények között szülték meg a gyermeküket. Ők elsősorban gyermekjátékokat várnak adományként, de mint elhangzott, egy finom csokoládé is lehet igazán nagy ajándék. Ez a fajta adománygyűjtés idén is megmaradt, tekintettel az orosz-ukrán háborúra azonban kiegészült egy másik céllal is. A másik láb pedig a kárpátaljai láb, hiszen idén a háború miatt látjuk, hogy milyen helyzet van akár ott Kárpátalján, hiszen ott van 600 ezer belső menekült, és van itt is helyzet, hiszen láttuk azokat, akik jöttek. Mi most a Kárpátalján maradt magyar fiatalokra gondolunk leginkább, és a Szent Gellért Kollégium rendszer fiataljain keresztül, illetve a Munkácsi Egyházmegye magyar egyházközségei fiataljainak, családjainak megsegítésén keresztül a kárpátaljai fiatalok, az ott élő fiatalok napjait szeretnénk szebbé tenni. Ez a célunk ezzel a gyűjtéssel. A határon túli intézményeknek elsősorban olyan tárgyi eszközökre van szükségük, amelyekkel fűtésüket, ellátásukat tudják megoldani a hosszú hidegtél idején. Így például tűzhely, bojler, hősugárzó vagy infrapanel is nagy segítség lehet a számukra. Az adományokat személyesen a Hieroteusz Egyesület irodájában, vagy a Nyíregyházi Egyházmegye Karitásza címén lehet átadni december közepéig. Ünnepélyes keretek között hirdették ki az Itthon-Otthon értékeink nyomában című rajzpályázat eredményét a megyeházán. A verseny célja az volt, hogy a fiatalabb generációnak is megmutassák Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékeit. Ez már a második felhívás volt, idén közel 200 alkotást küldtek a zsűrinek. Izgatott gyerekek és kísérőik töltötték meg a megyeháza dísztermét. Ők mind külön díjas vagy dobogós helyet érő alkotást adtak be a megyei önkormányzat rajzpályázatára. Az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című projekt keretein belül szervezték meg a Jövő Műhely Itthon-Otthon értékeink nyomában című rajzpályázatot immár második alkalommal. Erre a rajzpályázatra több mint 180 alkotás érkezett. Tehát a zsűrinek, ahogy mindig is szokták mondani, nagyon nehéz dolga volt, de ez tényleg igaz, hiszen 3 kategóriában, ugye alsósoknál, általános iskola alsó és felső tagozat, illetve a középiskolásoknál voltak, érkezhettek be pályaművek, és mind a 3 kategóriában nagyon minőségi alkotások jöttek be. És ez a zsűri számára is egy nagyon komoly meglepetés, egy pozitív meglepetés volt. Egyébként a pályázatnak a célja az volt, hogy mutassák meg a gyerekek azokat az értékeket, amelyeket ők akár a megyei értéktárban vagy Hungarikumként fontosnak tartanak, vagy ami őket körülveszi. A zsűri azt tapasztalta, hogy a fiatalok értik és érzik a megyei értékek fontosságát, és a különböző technikákkal, saját szemüvegükön át láttatni is tudják ezeket. A legfontosabb dolog az volt, hogy a kiírt pályázatnak megfeleljen, tehát hogy a témáról. És nagyon, nagyon érdekes volt, mert a gyerekek nagyon-nagyon érezték, ugye, hát, és ez egy bizonyos szempontból jó is volt, hogy olyan különleges módon fogták meg ugye a megyénknek a tájegységeit, jellegzetességeit. Ez volt az egyik bírálási mód, a másik pedig az, hogy milyen rajzeszközökkel, meg egyáltalán, hogy hogyan jelenítették ezt meg. És volt közöttük kifejezetten olyan tudású gyermek is, akire, ha nem tudom, hogy általános iskolás vagy középiskolás, akkor nyugodtan mondhattam, hogy ezt egy felnőtt, kimunkált, tudású felnőtt csinálta. Az alsó tagozatosok győztese több rajzot is beküldött, egyet például a református templomról. Tanárnéni mondta az ötleteket, és akkor mondtam neki, hogy én akkor ezt szeretném megcsinálni. A felső tagozatos gyerekek is kitettek magukért, itt az első helyezett egy halat ábrázol, benne jó néhány a készítő számára értékes megyei jellegzetességgel. A legérdekesebbnek én a csónakfás temetőt találtam.
mert igazából azok ilyen arcokat ábrázolnak, de közben olyanok, mint egy csónak. Közel 90 középiskolás diák is beadta alkotását a pályázatra, ezek közül Masa Vince rajzát értékelte a legjobbnak a zsűri, amely Petőfi fáját ábrázolja. Azért ezt választottam, mert nagyon szeretek fákat rajzolni. Kiskoromban is több fát rajzoltam, és mindig imádom ezeket a fának a göcsörtjei, milyen absztraktabb formákat, és még beletettem egy arcot is, ami igazából Petőfi arcot akartam, hogy az ábrázolja, de picit rám is hasonlít, ezt mondják sokan. És én is elégedett vagyok a munkámmal, örülök, ha be tudtam fejezni. Még volt egy olyan terv, hogy a háttérben a levelek helyett egy verset írok, egy Petőfi verset, de az végül így abban maradt. A győztesek nyereményként tabletet és a megyei értéktárban megjelent könyveket kaptak ajándékba. A rajzpályázat idén is sikeres volt, ezért tervben van a folytatása. Idén is online szervez támogatói estet az első nyíregyházi Lions Club. A szervezet elnöke Hrabák László azt mondta, ebben az évben a bevételből azokat szeretnék támogatni, akiket egész évben segítettek. Az est november 18-án pénteken lesz, csatlakozni a klub Facebook oldalán lehet. Ez a támogatói est azért fontos számunkra, mert azokat a támogatásokat, adományokat, amelyeket mi ilyenkor tudunk összegyűjteni, akkor mindazoknak a rászorultaknak, akik eddig is támogattunk, azoknak el tudjuk juttatni. Elsősorban a szociális intézményeknek, a lakóinak, idős otthonoknak, akár kultúrális szervezeteknek, és a természetesen a Jós András Kórháznak a támogatása sem marad el ebbe az évbe. Reményeink szerint ezeket továbbra is fogjuk tudni támogatni, amellett, hogy tovább fogjuk folytatni az ukrajnai háborús menekülteknek a megsegítését. Megszerezte második bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársulé Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr MBS zöld csoportjában a Szolnokot fogadta, és a vendégek 105-54-es vereséggel távoztak a Szent Imre csarnokából. Az NKS vasárnap a DVTK U23-as csapatához látogat. Az előző fordulóban a nyíregyháziak 54 pontos győzelmet arattak Kecskeméten, és a győzelem nélkül 4 vereséggel érkező Szolnok ellen is hasonló találkozóra lehetett számítani. Az első negyed végén már 11 ponttal vezetett a házigazda, amely a nagyszünetig újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez. Fordulás után sem változott a játék képe, folyamatosan nőtt a különbség a két csapat között, és végül 51 pontos NKS győzelemmel ért véget a mérkőzés. A Szolnok csak utánpótláskor a játékosokkal játszik, ami ugye azért a bajnokságban az meghatározza, hogy végül is milyen rutinnal vannak a csapatok a pályán. Az igazság, hogy erre lehetett számítani, tehát az előző mérkőzések alapján egyértelműen látszott, hogy nagyon sok pontot kap a Szolnok, és ugye eddig csak vereségük van, tehát erre lehetett számítani. És az, hogy most felkészülés vagy nem felkészülés, ez sajnos nem azért kezdtünk ilyen későn a bajnokságot, mert így szerettük volna, hanem egy nem volt sorsolás, utána pedig úgy alakultak a mérkőzéseink, hogy volt, aki kérte, hogy halasszuk el a mérkőzést, volt, amikor mi voltunk, akik éppen akkor szünnaposak voltak, és igazából nekünk se jó az, hogy annyira eltúlódott ez a bajnokság, mert elég hosszú felkészülés után voltunk. Ez a mérkőzés ilyenre sikerült, így legalább tudtunk minden játékosnak elég játék lehetőséget adni. A héten az U18-as válogatottal edzőtáborozó Dobó Lilla szerint a nagy különbségű győzelem ellenére is akadtak hibák csapata játékában. Szerintem jó volt, vannak kisebb hibák, amikre mindenféleképpen figyelnünk kell, ennek az eladott labdák, meg a dobószázalék, de ha összeszedjük magunkat, ezzel sem lehet probléma. Nehéz volt átállni erre a játékstílusra, de szerintem egészen jól fel tudtam menni a kesztyűt, és a csapatnak minél jobban megpróbáltam segíteni, amiben csak tudtam, akár lepattanózásban, akár pontokban, de ha csak játékszervezés jutott rám, és ez statisztikában nem is mutatott meg, az is öröm volt számomra. A vendégek az 51 pontos vereség ellenére sem voltak elkeseredve a mérkőzés után. Ahhoz képest, hogy nekünk csak 2 felnőtt korú játékosunk van, ők is csak 2004-es születésűek, szóval igazából még ők is nagyon fiatalok. Szerintem igyekeztünk, a lányok is oda tettek mindent, amit tudtunk, és szerintem magunkhoz képest jól teljesítettünk. A zöld csoport tabelláját a DVTK U23-as együttese vezeti 3 győzelemmel, a szintén 100%-os Zsíros Akadémia kőbánya előtt. A 2 győzelemmel és 1 vereséggel álló nyíregyházi kosársuli vasárnap a DVTK otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Négyszer annyit költ a magyar állam a szociális ágazatra, mint 2010-ben. Az akkori 325 milliárd helyett jövőre 1300 milliárd forintot fordít a feladatra a költségvetés. Erről beszélt a Szociális Munka napja alkalmából Nagyaron Fülöp Attila gondoskodásért felelős államtitkár. Az ünnepi alkalmon elismeréseket is átadtak a szociális területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó megyei dolgozóknak. A hétköznapok szépségét pedig fotókiállításon mutatták be az érdeklődőknek a nagyari Lubi kastélyban. Új látogatóközpontot avattak Kocsordon az Unitárius templom mellett. Az egyház történeti, kulturális és turisztikai attrakció több mint 100 millió forintos uniós és hazai forrásból épült. A látogatóközpont mellett egy emlékparkot is kialakítottak a helybeliek adományaiból. Ünnepélyes keretek között hirdették ki az Itthon Otthon Értékeink Nyomában című rajzpályázat eredményét a megyeházán. A verseny célja az volt, hogy a fiatalabb generációnak is megmutassák Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékeit. Ez már a második felhívás volt, idén közel 200 alkotást küldtek a zsűrinek. November 16-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán éjszaka esős borongós időre lehet számítani, de nagyon hideg nem lesz, a hőmérséklet 6-8 fok körül alakul. Csütörtökön napközben marad a borongós esős időjárás, a hőmérséklet nagyon nem emelkedik meg az éjszakaihoz képest, 8-10 fok között várható. A hét második felében már fagypont alá esik éjszakánként a hőmérséklet a megyében.